A kicsi testvérek. Pedig ez a te hibád. Nem, ez a te hibád. Nem is az én hibám, hiszen veled beszélt. Nem, veled beszélt. Veled beszélt ez a fiú az iskolával. A te hibád. Akarom mondani, az iskolában. Igen, de az nem azt jelenti, hogy minden az én hibám. De igen, azt jelenti. De nem, de igen, de nem. Ennyi. Én lefekszek, és nem beszélek vele sose. Én sem beszélek vele sose. Unalmas vagy. Te is unalmas vagy. Jó estét, falcs testvér. Hey! Ha engemet úgy hívsz falcs testvér, akkor téged úgy hívlak, hogy falcs testvér. Nem érdekel. Miért minden olyan nagy a fejsülésed? Hiszen... nem érem el! És nem érem el az ágyat! Miért minden olyan nagy? Igazítsam meg az ágyamat. Talán megyek, megnézem a tükörbe, mi történik. Miért minden olyan nagy? Miért minden olyan nagy? Miért minden olyan nagy? Talán megyek a tükörbe és megnézem, mi történik. Nyugi testvér, nyugi. Na jó, akkor talán üljünk fel az ágyadra, beszéljük el egymásnak, mi volt a tegnap. Talán úgy rájövünk. Okay. Akkor szóval az volt a tegnap, hogy kijöttünk a suliból, leültünk az ágyunkra, és elkezdtünk veszekedni. Az nem történt. De igen történt. Az nem történt. De igen történt. De az nem történt. Sos! Így sose fogjuk megérteni. Igazad van. Na jó, igaz. Elkezdtünk veszekedni. Utána azt mondtuk egymásnak, hogy már nem vagyunk testvérek, és nem fogunk beszélni egymáshoz. Igen. Igen. És utána meg lefeküdtünk, és utána... Várj! Emlékszem, hogy valami furcsát éreztem este. Én is. Talán azért változtunk át kicsiknek, mert veszekedtünk. Lehet. De akkor mit csinálunk? Így mondunk kicsik örökké? Dehogy is, hiszen az nem is létezik. De igen, létezik. De nem, de igen, de nem. Sos! Úgy sose fogjuk kitalálni. Igazad van.
meg kell álljunk a veszekedéssel. Igen. Na jó, de talán elmúlik holnap? Vagy ha bocsánatot kérünk egymáshoz? Talán. Próbáljuk meg. Bocsánat, hogy azt mondtam, hogy falcs testvér vagy. Bocsánat, hogy azt mondtam neked ugyanazt. És bocs, hogy elkezdtem veszekedni veled, te hibád. Én is bocsi. Nem történik semmi. Igen, nem történik semmi. Mit más kell csináljunk? Nem tudom. Én nem vagyok varázsló. Ta-ti-da, ta-ti-da, ta-ti-da. Oh-oh. Hiszen az a fiú test, az a fiú párom. Akar mondani a fiú barátod? Igen, a fiú barátom. Nem láthat meg engemet ilyen kicsin. De akkor most mit csinálunk? Jaj, de azt szeretném, hogyha nagy lennénk. Wow, nagy lettél! Igen, ez igaz. Gyorsan, kívánj te is azt, hogy nagy legyél. Jaj, de szeretnék nagy lenni, légy! Hová tűntél? Gyorsan, állj fel! Jön Alex! Okay. Hello, lányok! Szia, Alex! Miért csak álltok úgy ottan? Ó, semmi. Csak gondolkoztunk, mit vegyünk. Babákat, meg ruhákat, meg sminket. Bleh. Valamelyikőtök tudja, hogy tudom az arcomat megmosni, vagy kiszépítkezni úgy szalonnál, vagy ilyesmi fiúknak. Persze. Menjél a Kári úton végig, utána jobbra, és utána meg balra, és ott van a Barbie szalon. Okay, kösz! Hű, ez szerencse volt, igaz. Okay, mindenki, ez volt a mai Mia Baba testvér videó, és ne felejtsetek el, hogy iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a like gombot, hogy nyomjátok meg a like gombot, viszlát, és mondjátok meg mindegy. Nyomjátok meg a like gombot, és iratkozzatok fel. Viszlát! Okay. Viszlát! És ne felejtsétek, hogyha van testvéretek, sose veszekedjetek. Igen, másképp lehet, hogy megtörténik nálatok is ilyesmi. Az nem biztos. De igen! Jobb, ha megállunk, hogyha nem akarunk megint kicsik lenni. Igaz. Viszlát!